A rendezvénynek több évtizedes hagyománya van, és igen népszerű a tagok körében. Már 23. éve hagyomány, hogy júniusban vagy júliusban egy egész napot töltünk együtt, és hogy hasznosan töltsük ezt az időt, ügyességi feladatokat írtunk össze, és egy kis szellemi vetélkedést fogunk tartani, addig, amíg a szakácsok elkészítik az ebédet. Ez alatt a 8 csapat tagjai például kislabdával célba dobtak, dárcoztak, bekötött szemmel egymást itatták, pingponglabdával ügyeskedtek, és a teszt egészségre vonatkozó kérdéseire válaszoltak. De hogy valójában mégis miről szól ez a nap? A zöme a tagságnak az nem született mozgásszervi beteg, hanem a munka és az évek hosszú során szedett össze valamilyen mozgásszervi károsodást, de azért érezzük fontosnak ezeket a esélyegyenlőségi napokat megtartani, hogy a megváltozott képességek ellenére is érezzék, hogy tudnak még a képesség, megmaradt képességeknek megfelelő munkába, vagy akár versenybe, vetélkedésen is részt venni. Így közel 80-an jelentek meg és csatlakoztak akár aktívan, akár csak szurkolóként a Fogtői Vajasparti Presszó udvarán megtartott ügyességi feladatokhoz, majd az ezt követő vidám hangulatú kötetlen délutánhoz.